Sziasztok! A mai videóban olyan könyvekről szeretnék nektek beszélni, melyek most jelentek meg a napokban, hetekben, illetve a közeljövőben fognak megjelenni, június, május vége, könyvfesztivál, ilyen időtávlatokban. Tehát jöjjön most pár hamarosan várható megjelenés, ami valami miatt felkeltette az érdeklődésemet. Ezt a listát egy olyan könyvvel kezdeném, ami most jelent meg május elején, és már nagyon vártam a megjelenését. Ez Elokhár szól a Family of Liars, tehát a Weaver Liars, a hazudósoknak az előzmény története. És nem tudom, hogy ez magyarul mikor fog kijönni, úgyhogy én ezt előrendeltem, és alig várom, hogy neki kezdjek ennek az olvasásának. Angol, úgyhogy egy darabig el fogok vele bíbelődni. De mivel nagyon kíváncsi vagyok, nagyon érdekel, tudom, hogy ki kicsoda, így szerintem könnyebben fog menni az olvasása. Azért itt a videó elején említem, hogy ha valaki ugye olvasta, vagy szereti a hazudósokat, akkor tudjátok, hogy van ilyen könyv is, friss megjelenés, és a hazudósok világába, előzmény világába, a szülők, családtagok, a Sinclair családnak a szigetére kalauzol el minket újfent az írónő. A legelső a listámon Lucy Foley-nak a Párizsi apartman, vagy Párizsi lakás Párizsban a magyar címe. És ugye Lucy Foley-val tavaly ismerkedtem meg, szeptemberben volt a könyvhét, ott vásároltam meg a vadászpartit, illetve a vendéglistát, és mind a kettőt nagyon szerettem, úgyhogy ebből kifolyólag egy újabb Lucy Foley kötet az automatikusan ment a várólistámra, ahogy a következő novellás kötet is, ami nem más, mint Moskát Anitának a Hazugság tézisei. Én még Moskát Anitától nem olvastam, mert kicsit tartok a, hát nem is tudom, az ilyen brutális történeteitől, amit ő ír. Ezért úgy döntöttem, hogy talán a legelső ismerkedés az írónővel inkább egy novellás kötet kellene, hogy legyen. Úgyhogy így a Hazugság tézisei, ami nagyon érdekel, kíváncsi vagyok rá, és előrendeltem. Úgyhogy reménykedek ebben, hogy ez egy jó olvasás lesz. A következő kötet, ami szintén a Moskát Anita könyvvel együtt lett megrendelve, az nem más, mint Victoria Everjárnak a Kettétört Birodalom, aminek nagyon szép a borítója szerintem, és fogalmam sincs, hogy miről szól. Ez a könyv úgy került kosárba, hogy Victoria Everjár. És hát felemás érzéseim vannak a Vörös Királynő sorozattal kapcsolatban, minden esetre az írónő stílusát nagyon szerettem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nézzünk egy újabb Victoria Everjár kötetet, bármilyen lesz. Úgyhogy ezt is már előrendeltem, és nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. A következő kötet a napokban fog megjelenni, ezt nem rendeltem elő, és igazából csak kíváncsi vagyok rá, mert külföldön elég nagy hype-ja van ennek a kötetnek, ami nem más, mint Shelby Mahorinnak a Kígyó és Galamb, aminek eredetileg ilyen borítója, magyarul meg lett egy ilyen borítója. Nem tudom, hogy. Szörnyű. De nem baj, minden esetre az angol borító gyönyörű. Nem néztem utána, hogy miről szól a könyv, csak azokat tudom róla, ezt a dark fantasy, mágikus vonal részt, amiket ugye külföldi booktuberek említettek, hogy tetszett nekik, szerették, vagy hogy milyen hiba volt benne, amit nem szerettek, volt olyan is, de alapvetően külföldön van ennek egy nagy hype-ja, úgyhogy kicsit kíváncsi vagyok rá. Még nem tudom, hogy megrendeljem-e, vagy megvásároljam, vagy várjak vele egy kicsit. Nem akarok beleugrani, de minden esetre szerintem sok mindenkit érdekelhet ez a kötet, úgyhogy behoztam ebbe a listába. Aztán kicsit régi módi, romantikusabb vonalakra megyünk, de hát ki tudja, hogy ennyiben mennyi lesz ebben a kötetben, vagy kötet sorozatban a romantika, de remélem, hogy sok. A könyvelképző kiadó Gabi Schuster írónő által megalkotott Sisi történeteket fog kiadni, Sisi 1-2-3, és nem is kellett sok ahhoz, hogy megrendeljem ezeket a köteteket egybe, előrendelésbe, ugyanis szeretem az Erzsébet királynőről szóló történeteket, nem mindet. A sorozat mondjuk nagyon rossz volt, én azt nem szerettem. Talán egyszer még beszélek is róla a csatornán, hogy mennyire elrontották, és egyáltalán nem tetszett. Mindegy, szóval szeretem ezt a Sisi mítoszt, ezt a Sisi legendát, ami körbeöleli Erzsébet királynőt, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen ilyen young adult történetet hoznak ki Vöröspöttyös kiadásban belőle.
Aztán Imolya Patricia tollából az Eset lapoka vagy Kórházi novellák című novellás kötet, ami még felkeltette az érdeklődésemet. Továbbá Veronika Rócznak jelenik meg majd hamarosan egy novellás kötete, aminek a címe a végés Más kezdetek. Nagyon tetszik a borító, de Veronika Rócznak annyira nem szeretem az írásait, tehát a beavatottnál én leragadtam. Kicsit érdekel, hogy milyen, tehát lehet, hogyha most nem is, de később talán elolvasom könyvtárból, kikölcsönözve vagy ilyesmi. Minden esetre neki is, az írónőnek is hamarosan meg fog jelenni magyarul egy novellás kötete. Aztán görög mitológia felett hajózva Natalie Haynesnek az Ezer hajó című kötete fog megjelenni hamarosan, amire viszont nagyon kíváncsi vagyok. Ez egy görög mitológiával átitatott történet, ami igazából két nő történetét mutatja be és követi nyomon. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Azt írták az ajánlásba, hogy Achilleusz dal a rajongóinak nagyon fog tetszeni. Mondjuk én nem fejeztem be az Achilleusz dalát, úgyhogy nem tudom, de a görög mitológiával engem meg lehet venni. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek erre. Illetve ha már itt vagyunk görögöknél, idén szeptember környékén fog megjelenni a Neon Gods, az a alvilági szerelem címet kapta magyarul, ami igazából nem az én stílusom, mert egy ilyen erotikus történet száról van szó, viszont vannak benne görögök, és a borítója az kicsit olyan, mint az Alkony motelé, és valahogy ez felkeltette az érdeklődésemet, de ez még odébb lesz, ez majd szeptember. Mert muszáj belevágni a videóba, a macska fél órája a követ sikálja. És nem tudom, mit csinál. Csend lett! Nem. Illetve van még egy novellás kötet, amit kihagytam, ez Rényi Ádámnak a Bezzeg gyerek, amire én kíváncsi vagyok, és el szeretném majd olvasni, mert tavaly az osztálytalálkozó az nagyon tetszett, padlóra vágott, egyszerre imádtam és utáltam, nagyon jó volt olvasni, úgyhogy a Bezzeg gyerek felé is úgy tekintett, hogy ó, ez egy jó novellás kötetnek így érkezik. Aztán térjünk vissza egy kicsit a 21. század kiadóhoz, mert nem csak Rossi Foley kötet fog náluk megjelenni, hanem Tasmina Perrinek a Yacht Party című kötet is, aminek gyönyörű a borítója. A leírtak alapján ez is egy ilyen krimi, nyomozós történet, ahol a yachton hal meg valaki. Kicsit Lucy Foley-ra hajaz számomra, hogy ugye vadászparti, meg jaktparti, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek erre a történetre is. Persze tudom, hogy nem Lucy Foley kötet, csak valahogy mégis azon a szálon kezelem őket. Úgyhogy nagyon várom, hogy ez megjelenjen. Kíváncsi vagyok rá, nagyon-nagyon. Na és akkor még a Maximtól említenék két kötetet, aminek szintén egyelőre passzolom, hogy mikor fog pontosan megjelenni. Ezért van a videó végén. Az egyik Elie Hazelwoodnak a Szerelem képlete, vagy a Life Hypothesis. Ez ugye az év elején a romantikus Rideoton előtt környékén Szanna és Andi jó voltából elég sok könyv majd hozzájutott szerintem, hozzám is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek erre a kötetre, de szerintem ez ilyen nyár végén, szeptember környékére van kiírva. És akkor van még egy kötet a Maximtól, ami igazából már ki van adva, de újra ki lesz adva. Ez pedig nem más, mint Jennifer Smithnek a Milyen lesz a búcsú után. Amiből hamarosan lesz egy Netflixes film, nem tudom mikor, de lesz. És nagyon furcsa, mert én egyébként szeretem a Jennifer Smith köteteket, tehát én kamaszkoromban fajtam őket, nagyon szerettem azokat. Kettőt nem olvastam, a milyen lesz a búcsú után, és ha ránk talál a szerencse, vagy milyen lesz, ha ránk talál a szerencse, valami ilyesmi, az is valamilyen kérdés. Ezt a kettőt nem olvastam, úgyhogy meglepődtem, hogy pont ebből lesz film. És kapcsolódási pont, Jennifer Smithnek hamarosan júniusban fog megjelenni egy másik kötete, ami nem más, mint az Elsüllyeszthetetlen. Ez 21. század kiadós kötet, és ez egy ilyen kortárs, felnőtt kötet, tehát nem egy ilyen kamasz történetet mesél el, nem egy ilyen young adult világ, hanem egy ilyen gyászfeldolgozás, Alaszkában játszódó történet, tehát egy teljesen ilyen felnőtt kötetről van szó végül is. Na és akkor ezek lettek volna azok a könyvek, melyek felkeltették az érdeklődésemet, és hamarosan meg fognak jelenni, meg egy-kettő másik, amit egy kicsit eldobtunk, de gondoltam jobb, ha beszélünk róluk. Gondolok itt a Neon Gods-ra. Ha van kedvetek, írjátok meg kommentbe, hogy nektek melyik volt az, ami felkeltette az érdeklődéseteket, vagy melyik az a kötet, ami hamarosan meg fog jelenni, és szerintetek tetszene nekem. Kíváncsi lennék, mit írtok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én hamarosan újra jelentkezek. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok, Hélsz voltam!